Márciusban árulta el Whoopi Goldberg, hogy kis híján belehalt egy súlyos tüdőgyulladásba. A színésznő váratlanul ismét kórházba került, szerencsére ezúttal csak 24 óra erejéig tartózkodott kórházban a színésznő, aki maga vallotta történtekről. Volt egy 24 órás üzemzavarom, ami miatt vissza kellett feküdnöm a kórházba, de már sokkal jobban vagyok, mondta megnyugtatásul a sztár, aki legutóbb valódi életbeszélyben volt, mert tüdőgyulladása kapcsán szepszis alakult ki nála.